Sziasztok! Nem tudom, hogy találkoztatok-e már 2018 egyik legnagyobb tavaszi beauty újdonságával, a Jade rollerrel, ami körül elég nagy most a hype, és kíváncsi voltam, hogy az, amit ígérnek a termékkel kapcsolatban, valóban így van-e, valóban működik-e, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok a tapasztalataimra, illetve arra, hogy hogyan kell ezt a kis eszközt helyesen használni, akkor tartsatok velem. A Jade rollert egyébként már a 7. század óta használják Kínában, és maga a kő szimbolikusan a tisztaságot és a nyugalmat jelképezi, és a keleti filozófiák úgy tartják, hogy ez a béke, a harmónia és a bölcsesség szimbóluma, valamint távol tartja a negatív hatásokat és védelmet is nyújt. A masszírozásra használt jáde tulajdonságai átáramlanak a testünkbe, és erősítik az idegeket, feszültség és idegesség esetén pedig nyugtató hatásúak. A feszültségoldó hatás mellett pedig a jáde kő segíti a méreganyagok kiválasztását is. Ez a jáde roller vagy jáde masszírozó úgy néz ki, hogy itt középen van egy kis fogója, a két végén pedig két különböző nagyságú kis henger található. Mindjárt meg fogom mutatni, hogy melyik mire való és hogyan kell használni. Ezek a görgők egyébként segítik az arc izmainak ellazulását és fokozzák az arc vérkeringését és nyirokkeringését, és azt ígéri a leírás, hogy a használatával csökkennek a szemkörüli sötét karikák, sőt, még a ráncok is mérséklődnek. Az ugye teljesen egyértelmű, hogy mindenfajta masszázs élénkíti a vérkeringést, és rövid távon fokozza a bőr oxigén és tápanyag ellátását. Az elégtelen nyirokkeringés pedig okozhatja a szemkörüli terület táskásodását, duzzanatát és ödémásodását, és ennek a megszüntetésében is segíthet ez a jáde roller. Mielőtt azonban rátérnék arra, hogy hogyan is kell használni ezt a kis masszírozót, érdemes azt tisztázni, hogy hol is találhatók a nyirokcsomók az arcon, illetve a nyakon és a körüli területen, mert ennek ismerete elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen irányba kell masszírozni ezzel a kis jáde rollerrel. Nyirokcsomók találhatók itt a fül előtti részen, a fül mögött, itt az állkapocs alatt, aztán a nyelvünk alatt, a nyak előső részén, itt a nyak hátsó részén, található még a nyakszirtünkön, illetve itt a kulcsont feletti területen is. Én kétféleképpen is szoktam használni ezt a kis masszírozót, egyrészt reggel, másrészt este. Reggel még akkor, amikor semmit nem kentem a bőrömre, tehát arctisztítás után, krémezés előtt végig megyek a rollerrel a bőrömön. Hogyha nagyon kevés az időm, akkor csak a kis görgős végét szoktam használni, és a szem körüli területre koncentrálok. Este pedig, amikor több időm van, akkor egy alaposabb arcmasztást végzek, és ilyenkor krémezés után szoktam végigmenni a bőrön, úgyhogy ezeket a hatóanyagokat még jobban be tudjam dolgozni a bőrbe. Illetve szoktam még úgy is használni, hogy felteszek mondjuk egy fátyolmaszkot, és úgy ezekkel a görgőkkel szépen belesimítom. Rásimítom a bőrömre. Mielőtt elkezdjük használni a rollert, nagyon-nagyon fontos, hogy makulátlanul tiszta legyen, ugye mivel a bőrt kezeljük vele, és ugye itt fokozódik a vérkeringés, illetve a nyirokkeringés, hogyha baktériumok vannak esetleg rajta, akkor ugye ezek könnyen bejutnak a pórusainkba, akár a véráramba is, úgyhogy ez elég veszélyes dolog lehet. Viszont ennek a módja nagyon-nagyon egyszerű, mármint a tisztításé. Én meleg vízzel szoktam megmosni a rollert, és utána pedig befújom ezzel a Dr. Bronner's teljesen natur higiéniás sprével, és így nekem eddig nagyon-nagyon jól működött, tehát semmi problémám nem volt eddig a használata során. És akkor nézzük is, hogy hogy néz ki ezzel a rollerrel egy arcmasszázs. Elkezdjük először is itt középen az állnál, kifelé simítunk a fölfelé, majd pedig lefelé húzzuk a nyakon. És egy területet minimum háromszor ismétlünk. Másik irányba is ugyanígy. Ugye ezen kívül lehet még itt szépen lefelé húzni két oldalt. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor az ajkakon szintén végig húzzuk a fül irányába,
ugye mindig arra kell figyelni, hogy a nyirokcsomók felé haladjunk. Aztán itt ezen a területen, ami az orr és az ajkak között van, a kisebb görgőt szoktam használni. És akkor így megyek szépen tovább mindenhol. A szem alatt ismét rátérek a kis görgőkre. Az a lényeg, hogy nem kell nagyon rányomni a bőrre ezt a rollert, elég, hogyha csak egy pici nyomást fejtünk ki, és érezzük, hogy rajta van, hogy dolgozik. Nyugodtan lehet egyébként a szemhéjakon is használni, itt természetesen nagyon-nagyon finom mozdulatokkal csak. A szemöldök területén is. És végül a homlokon egyébként nagyon-nagyon jó érzés, tehát érezhető közben, ahogy felpesdül a vérkeringés. És amit én még szoktam csinálni, hogy a rollert, amikor nem használom, és ugye megtisztítottam, akkor mindig beteszem a hűtőszekrénybe, hogy jó hideg legyen, mert természetesen nem csak maga a masszírozás, hanem maga a hideg hatás is nagyon szépen mérsékli az arc duzzanatát. És ahogy említettem, az a legfontosabb a használata során, hogy először is tiszta legyen az eszköz, másodszorban pedig, hogy mindig a nyirokcsomók felé, tehát kifelé húzzuk a masszírozót. Rengeteg olyan videó kering egyébként a YouTube-on, amiben helytelenül használják, tehát így össze-vissza húzogatják a bőrön, ennek semmi értelme, sőt még további duzzanatot, gondot is okozhatunk vele, úgyhogy ezt ennyit kell megjegyezni, hogy mindig-mindig kifelé, illetve a nyakon lefelé kell húzni. Rengetegféle és árkategóriájú jáderollert lehet kapni a neten. Én megmondom őszintén, egy elég olcsó változatot rendeltem, úgy gondolom, hogy nincs nagy különbség közöttük, hogyha valami van, akkor az talán az, hogy milyen az illesztés, tehát a görgők illesztése, tehát milyen maga az eszköznek a minősége, hogyha egy icipicit nyikorogna a rolleretek, hogyha vásároltok ilyet, akkor én például annyit szoktam csinálni, hogy egy pici ilyen bio mandulaolajjal így szépen beolajozom a görgők mellett, és már is tökéletesen forog és csúszik, és nem nyikorog többé. És akkor a végére hagytam a hosszú távú tapasztalataimat, mert hogy már 2 hónapja használom ezt a kis rollert, és azt kell, hogy mondjam, hogy azt nem vettem észre, hogy a ráncokat csökkentené. Lehet, hogy ez hosszú távú használat kell. Én amúgy sem hiszek abban, hogy ilyen eszközökkel ez egy bizonyos kor után lehetséges. Maximum ugye késleltetni lehet az öregedési folyamatokat, de megállítani természetesen nem, és ami már kialakult, szerintem eltüntetni sem. Amit viszont határozottan észrevettem, hogy a használata során tényleg felélénkül a bőröm, kap egy ilyen kis pirosságot is, de hát ez nem az a kivörösödés jellegű pirosság, hanem egy nagyon egészséges, ilyen rózsaszínes színt, és tényleg, ahogy a görgők végigmennek az arcomon, és nyilván a hideg hatására is, ez egy nagyon-nagyon finom, frissítő, reggel kifejezetten ébresztő hatás, este pedig inkább ellazító. Mielőtt elkezdtem használni ezt a jáderollert, elég sokszor előfordult, hogy duzzatnak éreztem, vagy hát láttam is a szemem alatt, és körülbelül 2-3 heti használat után ez a probléma teljesen eltűnt, azóta sem jött elő, illetve hát úgy veszem észre, hogy a szem alatti sötét karikák is mérséklődtek valamelyest, most semmiféle smink nincs rajtam, nyilván azért látszanak a karikák a szemem alatt, de ezelőtt, ennek a használata előtt tényleg sokkal rosszabb volt a helyzet. Annyit még hozzátennék azért itt a végére, hogy a videó nem szponzorált, tehát azért ajánlom nektek a jáderollert, mert nekem nagyon bevált, és remélem, hogy nektek is befog, hogyha kipróbáljátok. Hogyha tetszett a videó és hasznosnak találtátok, köszönöm, hogyha nyomtok rá egy lájkot, találkozunk hamarosan, addig is legyen szép napotok, sziasztok!